Sziasztok! Most jöttem ki a Pepco-ból. Itt vagyok az Oceanben, hát az Ocean parkolóban. Most jöttem ki a Pepco-ból. Ezt egy gyorsan meg is mutatom nektek így a csomagtartóból. Egy újabb haul. Mert hogy szeretitek, és már régen volt ilyen csomagtartós, kis bemutatós videóm. És nem sok mindent vettem, úgyhogy meg tudom nektek mutatni nagy gyorsan. Na, hát a legérdekesebb dolog, az nem más, mint ez a felmosó. Látjátok? Ilyen a felmosó. Van hozzá neki egy ilyen tartálya, ami egy fél literes tartály. 2300 forint a felmosó. Ilyen, és akkor itt van neki ilyen kis spritz-spritz. Igen. És hogy ez így ide spritzeli a vizet, és akkor úgy lehet vele felmosni. Nem tudom, csajok, hogy milyen lesz. Vivi Instánál láttam ilyet legelőször. Hoppá! Vigyel, leborítok itt mindent. Szóval a Vivi Instánál láttam ilyet legelőször. Utána pedig már mások is ajánlották. Miért nem állsz meg, amikor az előbb megálltál? Na, csajok, meg tudom állítani a kamerát, vagy sem. Jó. Úgyhogy ezt köröztem. A hétvégén is voltam egy másik Pepco-ba, de ott sajnos nem volt. És itt most bejöttem ide a József Attila útiba, és itt meg van. A következő, amit vettem, az egy illatgyertya. 470 forint volt, ami szerintem tök olcsó. Mind a kettő, ez vaníliás, ez pedig ilyen bogyós, piros bogyós gyümölcs, és isteni finom. Ha, nagyon. Isteni finom mind a kettő. Vettem még a felmosóhoz kettő fejet pluszba, mert hogyha ugye használódik, akkor úgy voltam vele, hogy addig, amíg lehet hozzá kapni, addig veszek, mert úgyis ugye lesz, hogy a mosásból lesz, vagy valami ugye az egyik, akkor legyen egy másik. 390 volt egyébként hozzá a fej, úgyhogy vettem kettőt, egy szürkét, meg egy zöldet. És igen, még ezt vettem. Ezt most is használok, ilyet szivacstartó. Ezt így föl lehet akasztani a mosogatóhoz, ahogy mosogatjuk az edényeket, és akkor én ebbe szoktam tenni a szivacsot, és akkor látjátok, ilyen lukacsos, és akkor szépen lefolyik, és kicsöpög, és akkor nem büdösödik be a szivacs. Úgyhogy ezt vettem még, ez 390 forint volt. Úgyhogy ennyi volt az én kis... Ja nem, bocsánat, még ide be van szúrva egy valami. Igen, ez egy lehúzó, egy ablak lehúzó. Ez pedig 240 forint volt. Egy ilyen kis gumis. Kint az erkélyen, vagy a teraszon nekünk egy ilyen nagy üveg, ilyen 2 méter x 4 méteres üveg ajtó van. És azt nagyon nehéz pucolni. És kívülről a kutyák úgy összemajszolják, meg belülről is, és nagyon nehéz takarítani. De úgy gondoltam, hogy van egy ilyen mosókám, amin ilyen kis szivacs van, és akkor azzal gondoltam, hogy megmosom. Próbáltam már, azt meg lehet fordítani, és akkor a másik oldala meg a gumi, a lehúzó, de az valamiért annyira vacak, hogy az valamiért nem akarja normálisan lehúzni. Úgyhogy vettem ezt a lehúzót hozzá, hogy hát, ha ez jó lesz, nem tudom. Na, úgyhogy ennyi lett volna az én kis Pepco haul videó. Mi vagyok, kagykabátban, sál, táska rajtam, minden. Így szoktam járni bevásárolni. Úgyhogy ennyi lett volna a kis Pepco, amit meg szerettem volna nektek mutatni. Örülök, hogyha itt voltatok, és örülök, hogyha tetszett nektek. Aztán legközelebb találkozunk. Puszi!